Köszöntöm Önöket a mai műsorban, többek között ajánljuk a nagyecsedi lápi disznótorost, egy régiséggyűjtő is vendégem lesz, mindezek előtt azonban hadd mutassam be Önöknek Hegedűs Enikő Mónikát, bloggert. Szia! Szia! Néztem a blogodat, és a bemutatkozó szövegnél azt írtad magadról, hogy cipőmániás vagy, táskamániás vagy, de emellett azért fontos, hogy tanultál pedagógiát, és most szociológiát is tanulsz. Hogyan jött a blogírás az életedben? Hát igen, nyilván, mint minden, én is imádom a különböző ruházati termékeket, viszont a blog az egy teljesen véletlen folytán jött. Dániában éltünk kint egy rövidebb időszakot, és amikor hazajöttem, akkor halasztani kellett az egyetemen, nem volt éppen munkám, és akkor jött be, hogy kéne valamit csinálni, amíg munkát keresek, és a blog lépett be az életembe. Nem tudtam akkor még, hogy vannak ilyen blogok, úgyhogy én ilyen újságot szerettem volna naívan. Aztán így belecsöppentem ebbe a világba. Abszolút a divat és a trend van a blogot középpontjában? Nem, inkább a szépségápolás az elsődleges, úgyhogy ilyen krémtesztelések, sminktesztek, sminkvideók és hát ilyesmik vannak, és a divat ez meg a szenvedélyem, úgyhogy azt is próbálom beleszülni. Mi a fő impulzus, ami alapján döntesz, hogy most ezt a terméket kipróbálom, vagy azt a bizonyos ruhát bemutatom? Hát általában cégek keresnek meg, hogy teszteljek, és akkor küldenek egy csomagot, nyilván ez egyeztetés megelőzi, és akkor utána arról írok. Ruháknál pedig hát a stílusomat mutatom be, bár vannak ilyen együttműködő partnerek, ahonnan ruhákat kapok, illetve Kínából is kapok ruhákat, és egyéb oldalakról. Annak idején akkor egy véletlennek köszönhetően igen, kezdted el a blogírás, most már azért tudatosan végzed a munkádat, a hobbidat. Mi a célod jelen pillanatban a bloggal? Hát mivel erre van egy kereslet, illetve ez tetszik is az embereknek, és elég nagy olvasótáborom van, ezért maradok ugye ezen a vonalon, és ez szerintem így jó is. Mit jelent a nagy olvasótábor? Hányan böngészik a gondolataidat, hát vagy éppen véleményeidet? Napi 5-10 ezer olvasom van, illetve a videó az egy másik platformon fut, ugye a YouTube-on. Te hol élsz, honnan kapod a legtöbb impulzust? Hogy hol élek, Nyíregyházi vagyok? Igen. Hát az impulzus az nyilván figyelem a trendeket, bár én inkább a trendekkel ellen megyek, és a saját egyéniséget hangsúlyozom. És hát az impulzusok az pedig az utcán, szembe jön valaki, meglátsz valakit, aki inspirál, és akkor én ezt tovább gondolod. Mesélj a kedvenc jegyzetedről, vagy bejegyzésedről. Melyik volt az, ami igazán megdobogtatta a szívedet, akár mondjuk az elmúlt hónapokban? Tetszett az adott termék, vagy egy tök vicces dolgot tudtál esetleg köré írni? Mutasd be egy kicsit önmagadat, akár egy fix bejegyzésen keresztül, azoknak mondjuk, akik nem ismernek téged. Hát nekem a kedvencem az a nagymamám ruháiban. Uh-huh. Tudni kell nagymamámról, hogy ő eszméletlen jól öltözik, és iszonyú elegáns. És hát szoktam turkálni nyilván a szekrényébe én is, és szerintem az nagyon szépen bemutatta azt, hogy az embereknek nem csak a boltokból kell emelni az aktuálisan trendi dolgokat, hanem vissza lehet nyúlni a régi időkbe, retro és vintage vonalon, illetve hát ebbe bele tudtam fűzni ugye a családi vénát. Hogyan telnek amúgy egy blogger hétköznapjai? Arra gondolok, hogy ez nem egy megszokott munkakör, hogy nem az van, hogy reggel 8-kor elindítod a napodat, és akkor 4-kor pif, vége leteszed a lantot. Teljesen más egy hétköznap nálad. Mit szoktál csinálni? Hogyan működik a mindennap? Hát mivel mellette még tanulok két helyen is, ugye egyetemen, illetve egy másik helyen is, ezért elég káoszos, és még munkám is van, úgyhogy az ilyen lóti-futi, és emellé még ilyen 4-5 órát beillesztek a blogból, valamikor fotózással telik, valamikor én fotózok termékeket, illetve maga az írási folyamat, ezeknek az összeszerkesztése, videókat veszek fel, szóval ilyen tömbösített megoldásokban működik. Tehát igazán aktív blogot készítesz, milyen gyakran jelentetsz meg bejegyzéseket? Két naponta mindig van valami újdonság, illetve a Facebook az abszolút aktív, illetve az Instagram is az ilyen napi szinten több poszt is kikerül. Ez fontos amúgy, hogy több felületen bemutatkozhatsz? Hát most már muszáj szerintem, hogy minden felületen, és hát ugye a videók irányába tolódik a világ, úgyhogy a videó blogolása, a vlogolás az nagyon kardinális kérdés, illetve hát az Instagram az a mániám, ez az egy függőségem van szerintem, de
de muszáj most már az összes platformon ott lenni. Mi a célod ezzel? Hiszen arra akartam kiukadni például a nyíregyházi léteddel is, hogy nem feltétlen kell ehhez egy iszonyat nagy város, vagy egy főváros ahhoz, hogy tudj érvényesülni, de biztos van valami nagy cél, álom, ami felé haladsz, akár mondjuk a bloggal kapcsolatban, vagy mondtad, hogy dolgozol mellette, tanulsz, mi lesz a végkifejlet, nyilván mikor fogod elérni idézőjebb a pipa állapotát? Hát most, hogy úgy döntöttünk, hogy maradunk Nyíregyházán, mert egy csomó dolog ugye ide költ, nyilván a családon túl. Így jó lenne Nyíregyházát is bemutatni, illetve jó lenne itt Nyíregyházán is ennek egy teret kialakítani. És hát szeretnék nyilván itt találni egy ehhez kapcsolódó munkát. Ez még nem tudom, hogy mi. Most mindenfélébe próbálgatom magamat. A média is érdekel persze, de hát majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Elég rugalmas lettem, amióta blogolok. A kialakító bloggerét ismerhették meg az elmúlt percekben. Enikő, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Most pedig egy rövid kis videó bejátszás következik. Költők egymás közt címmel rendezték meg Jónás Tamás és Kürti László estjét Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. És egyfajta hűségből maradtam költő, de nem biztos, hogy nekem ezt kellett volna választanom. Milyen tapasztalatai voltak a Máté Szalka, illetve a Vásáros Naményi találkozón? Jó összességében. Dicsekedhetnék. Azt hiszem nagyon jóra sikerült. Olyan, ami a visszajelzések alapján is, meg az én érzésem alapján is, ami közben volt. Erős, másfél órás figyelem, azt hiszem kisebb-nagyobb katarzisokkal, legalábbis ez utána történő beszámolók alapján. De nem voltam meglepődve, mert a Lacival való beszélgetéseink azok mindig ilyesfajta élményeket eredményeznek. Egy jó beszélgető társal könnyebb jól beszélgetni. Milyen fajta korosztállyal találkoztak ott? Vegyes volt. Fiatal gimnazistáktól egészen az idősebb korosztályig. A beszélgetés úgy kellett hangolni, hogy lehetőleg mindannyiuk számára érdekes legyen, de azt hiszem, sikerült. Volt arra már korábban alkalma, hogy esetleg a gyerekkor a színhelyére visszamenjen író-olvasó találkozókra, illetve ilyen beszélgetésekre? Annyit már sikerült elérni, hogy Ózdon van egy padlóra szögezett vers tőlem, ami egy fémlapon jelzi, hogy én itt működtem, és tehát valami nyomot hagytam. De én egyébként csernei vagyok. Csernejben meg visszajárok én minden évben. A mellette lévő buddhista tanyára feltétlenül, vagy hogy pár hetet ott eltöltök. Egyre fogyatkoznak sajnos a rokonaim, meg kicsit pusztul is az a része, ahol mi laktunk, de egy másik része megépül ennek a kis településnek, úgyhogy vissza fogok én oda járni mindig. Milyen élményekből születnek a versei? Azokból az élményekből születnek, amik zavarnak. Hát abban biztos vagyok, hogy olyan élményből, ahol az ember teljesen önfelett, és nincs meg az az önreflexiója, hogy rálásson arra, hogy éppen mi történik vele, azokból nem születnek versek. De ha van egy kis döccenő, van egy kis hiba, akár boldogtalanság, akkor abból nyilván születnek. Mindig ott, ahol valami hiba vagy anomália van. És hogy utólag az ember hogy dolgozza fel, vagy mennyi időt ad magának arra, hogy az élménye után, vagy akár az élmény közben írja meg, de az már extrém sport, hogyha mondjuk fájdalom kellős közepén ír az ember verset. Attól függően más és másfajta hangoltságú és másfajta közönséget feltételező írás születik. Kik azok, akik az elmúlt időben vendégei voltak a Költők egymás között című sorozatnak? A legelső vendégem, amikor még ez nem volt így artikulálva, hogy most hogyan is építsük ezt föl, és ugye most 3 és 4 előadás van mondjuk egy 24 órán belül, ami eléggé kimerítő tud lenni. A legelső alkalommal nem így volt, és akkor az történt, hogy Jónás Tamás barátomat hívtam meg, és akkor egy rendhagyó irodalmi órát csináltunk a Máté Szalka Eszter Tamás Gimnázium tanulói számára. És aztán pedig a következő alkalommal már elkezdtem ezt koncepcionálni sokkal inkább, és aztán már a megyei könyvtárban Nyíregyházára és Vásárosnaményba, illetve Máté Szalkára még az este a felnőtt közönség számára is lehetővé tenni a költőinket, és akkor ilyen módon Kemény István jött el, Szabó T. Anna, Kukorelli Endre, Térei János, és most Jónás Tamás hívtam újra, és pótoltuk azt a hiányt, ami kimarad. Annyira
különféle mindegyik előadás, hiszen a befolyásoló nyilvánvalóan a közönség és a hely szelleme, szóval, hogy nagyon, nagyon inspiratív és sokszor nagyon parázs, még vitákban futó beszélgetéseink vannak, úgyhogy Tamás, ilyen szempontból külön élmény a közös munka. Hogyan fogadják a költők, írók az ön felkérését? Nekem nagyon szerencsém van, mert hogy azok a kortárs pályatársak, akiket elhívok, egyfelől élvonalbeliek, egytől egyik, másfelől meg hát együtt publikálunk mindenféle irodalmi lapokban, ugye együtt jelenünk meg a Szétversek antológiában is, dedikáció során a nyári alkalmakkor ott vagyunk a könyvhéten, hasonlóképpen az évversei antológiában is, ezek a legnagyobb ilyen reprezentatív kiadványok ilyen tekintetben, tehát hogy teljes ilyen pályatársi figyelemmel vagyunk egymás iránt, és közben én nem akartam én kultúra szervező lenni, de aztán útközben valahogy ez megtalált ez a dolog, és legjobb fórum nekem is arra, hogy igazán jól tudjunk beszélgetni, csak egy dedikációs órán egymáshoz szólva néhány szót, vagy egy rövid kávéházi beszélgetésben merüljünk ki, hanem akkor a megye számára is. Azért úgy gondoltam, hogy fontos lenne és hasznos lenne, hogyha több ilyen lehetőséget kihasználva beszélgetéseket folytatnánk. A könyvtári pillanatok után a hagyományos disznóvágásé lesz a főszerep, hiszen ismételten megrendezik Nagyecseden a lápi disznótorost. Erről beszélgetek a település polgármesterével. Szervusz, polgármester úr! Üdvözöllek, köszöntöm a kedves nézőket! Sokadik alkalommal szervezitek már meg ezt a bizonyos fesztivált, gasztrorendezvényt. Hanyadik alkalom immár? Hát egész pontosan tizedik, úgyhogy most ez egy szép kerek szám. És valahogy a sors is úgy akarta, hogy erre a tizedik alkalomra én azt gondolom, most már nagyon szépen kiforta magát ez a rendezvény, és most minden idők legnagyobb létszámú csapata nevezett a versengésre és a fesztiválunkra. 19 csapat fogja megméretni magát, és hát ez azt jelenti, hogy 19 disznó is áldozatul esik ennek a fesztiválnak szombaton. Mikor érdemes ellátogatni Nagyecsedre? Gyakorlatilag 6 órától már programmal találkozhat az odalátogató, úgyhogy mindenki a vérmérséklete szerint kelhet korán, de a bátrabbak és a vakmerőbbek azok már 6 órakor a vásártéren kilátogathatnak hozzánk, és fogópálinkával kínáljuk az odaérkezőket, és nem sokára azt követően perceken belül elkezdődnek a disznóknak a szúrása, ami ugye egy nagyon fontos momentum magában a disznóvágásban, olyannyira, hogy a disznó szúrásának a technikáját, mikéntjét, fortéjait már a zsűri ezt nézi és pontozza és méltatja a legsikeresebbeket. Úgyhogy ez most 17 alkalommal fog megtörténni, reményeink szerint minden gond és baj nélkül, ahogy ez a korábbi években szokott lenni, hiszen azért nyilván ez nem veszélytelen mutatvány, de nagyon ügyes, rutinos versenyzők vesznek már részt, határon innen és határon túl, most üdvözölhetjük most is körünkben a testvértelepüléseinket, most első alkalommal Ukrajnából is érkeznek, a testvértelepülésünk küld csapatot Perecsenyből, Ungvár mellett egy hasonló nagyságrendű település, mint Nagyecsed, és Erdélyből pedig Párciumból, pontosabban Erdődről érkezik egy csapat, és ők pedig a határon túli fogásokkal ismertetik meg az odalátogatókat. És hát természetesen Nagyecsedről, Nagyecsed környezetéből, Ecsedről, tehát civil szervezet, a hagyományokhoz híven már, aki él és mozog és valamilyen formában együtt van, az most jön és megmutatja magát. Az önkormányzat is gondolom készül valami kis csapattal, esetleg nagyecsedi különleges étkeket lehet-e majd kóstolni? Van esetleg ilyen amúgy a disznóvágás köré, disznótoros köré, ami mondjuk készül, különleges nagyecsedi hurka, vagy bármi ilyesmi? Én azt gondolom, hogy mindegyik tájjellegnek megvan a maga sajátossága.
Azt, hogy mennyire különleges, azt nehezen tudnám megmondani. Ami nálunk jellemző a hurkára, az ugye a kukoricakásával készült hurka és rizssel készült hurka. Nem gondolom, hogy nagyon különlegesség lenne. A fűszerezés adja meg mindig a savát borsát stílusosan az étkeknek. Hát a kásás hurka az például az én környezetemben nem jellemző. Mm-hmm. Kásás, mondjuk töltött káposztáról szerintem sokan hallhattunk, igen, de ez nagyon különleges, úgyhogy már ezt is érdemes megkóstolni. Meg hát ha jól láttam, akkor a toros káposztákat is díjazza majd a zsűri. Konkrétan a toros káposzta és annak a elkészítése, valamint annak a szervírozása az egyik fő szempont a zsűrizés kapcsán, de hát ugye reggel már a hagymás vér is, ami klasszikus, azt gondolom, az mindenki által sokak ismert, reggel már a hagymás vérnek a különböző formációit is kóstolhatják az odalátogatók. Na hát, de nem csak a gasztronómiái vagy a kulináris élvezeteké a főszerep ilyenkor Nagy Ecseden, hanem egyrészt a szórakozásé is, másrészt pedig azért el kell mondani, hogy a hagyományőrzés olyan fajta a bemutatásának is, hogy például a lápi betyárokkal is találkozhat mondjuk az ember. Mesélj erről a kettőről, tehát a szórakozásról, meg a hagyományőrzésről. Igen, ez nálunk Nagy Ecseden a láp szövi át a hagyományokat, a hagyományőrzést és a fesztiválokat. Jellemzően a láp név megjelenik mindenféle rendezvényünkön. És hát ennek kapcsán a lápi betyárok is alkottak egy formációt, ők már hosszú évek óta összeállt, összeszokott csapat, és hát a valamikori lápi emberek életmódjából kiindulva, annak azoknak a viseletében, és hát ugye mindig valamilyen tréfás jellegű kis enteriőrrel mutatkoznak be, kalodával, akasztókötél és stb. Mindenféle fantáziát kitalálnak, lápi kúnyó, stb. És a kor szellemének és a kor követelményeinek megfelelő ruházatban, és olyannyira sikeres szokott lenni az ő kis csapatuk és enteriőrjük, hogy azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy a legjobban látogatott sátor szokott lenni, vagy rendezvény a lápi, és ők mindig meg is tréfálják az odalátogatókat valami kis huncutsággal. És hát, hogyha... egy percünk maradt, bocsánat, igen, a szórakozásra is, van egy visszatérő sztár vendége a Nagy Ecsedi disznótorosnak. Így van, az MC haver és a teknő szolgáltatja a hangulatos zenét. Ez valóban visszatérően, már sokadik éve jönnek, nagyon kedvelik őket a nagyecsediek és az odalátogatók is, és már elmaradhatatlan kelléke a rendezvényünknek az ő fellépésük. Én azt mondom, hogy aki nagyon bátor, korán kelő típus, és szereti a jó üdítő és bódító italokat, már 6 órakor ott kopogtathat Nagy Ecseden a vásártéren. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, polgármester úr. És hát folytatjuk a programajánlót. A következő percekben kiderül, milyen újdonságokkal várják majd a látogatókat a Sóstói Múzeumfaluban. Kiemelkedő évet zárt 2016-ban a Sóstói Múzeumfalu. Tavaly 65 ezeren látogattak ki a Sóstó gyógyfürdői látványosságba, 3000-rel többen, mint 2015-ben. A Szent Iván év volt a legnépszerűbb, ez több száz vendéget csábított a múzeumfaluba. Az idei szezon április 1-én kezdődik, április 17-én tartják meg a hagyományos húsvéti locsolkodást. Május elején pedig a Majál is rendezik meg egy világítás történeti kiállítással fűszerezve. Lesz múzeumi világnap, június 5-én tartják meg a pünkösdölést, amit június 23-án a Szent Iváné követ. Júliusban múzeumi világnapot tartanak, a hónap közepén pedig egy új program keretében. Elsősorban a gyerekeket várják a múzeumfaluba. Július 30-án kerül erre sor, és ez egy ilyen 100 forintos gyermeknap is lesz egyúttal a nyár közepén, tehát nem szokványos módon a gyereknapon, hanem nyár közepén, július 30-án gyermekkiállítással várjuk a látogatókat, és azért is gondoltunk erre az időszakra, mert hiszen a Sóstó ilyenkor már meg Nyíregyházán is azért van már turistaforgalom, és úgy szeretnénk elkészíteni, hogy ne legyen nyelvi akadálya, tehát bárki, bármilyen nyelvű, kultúrájú családok, gyerekek jöhetnek hozzánk is, élvezni fogják. A legközelebbi rendezvény a február 18-án megtartandó múzeumi farsang lesz. Március 4-én pedig a tavaly is nagy sikert aratott magbőrzét rendezik meg a Sóstói Múzeumfaluban.
A környezetvédők és a táj szerelmesei leginkább ők várják a tavaszias időt. Erről beszélgetek, illetve erről is beszélgetek Szigetvári Csabával, aki az Emisszió munkatársa, elnöke, ugye Csaba? Igen. Igen, igen, szervusz. De jól gondolom, hogy ti várjátok talán a legjobban a tavasz érkezését. Hát szerintem ezt nem lehet fokozni, tehát most már szerintem maximálisan várja mindenki, de lehet, hogy mi szebben tudunk beszélni róla. Beszélhetünk akár az elmúlt napok, hetek időszakáról is, hogyha jól tudom, a szemétgyűjtésre is nagy hangsúlyt fektettek ebben az időben is. Ilyenkor mi a fontos a ti életetekben, hogyha szemétgyűjtésről van szó? Hát igen, a szemétgyűjtésnek is most egyelőre egy kicsit a hótakaró elrejti a szemetet, de mindig ugye, ahol rendszeresen szoktuk gyűjteni a szemetet hónapról hónapra, az a sóstói erdő, és azért a téli hónapokban, mivel egyre sajnálatosan azért vannak néhányan, akik oda húzódnak be, mert jobb hely hiány, és ilyenkor bizony helyenként felszaporodik ilyen módon is a hulladék. Tehát tavasszal, ahogy egy kicsit elolvad a hó, jobban láthatóvá válik az, úgyhogy az erdőpásztoraink, akik én már 6 éve hónapról hónapra szedik a szemetet a sóstói erdőben, már úgymond várják, hogy mikor vehetik kézbe újra a szemészedő zsákokat és kesztyűket. Hogyan lehet valaki erdőpásztora mondjuk az Emissziónak? Tehát bárki bárhogyan csatlakozhat ehhez a csapathoz? Hát igazából különösebb feltételeket nem támasztunk. Eddig nagyon sokan jöttek, iskolás korcsoportúak, nyugdíjasok is, akik bekapcsolódtak. Olyanok, akik szeretik az erdőt, és úgy gondolják, hogy amellett, hogy csak ott élvezik, futnak benne, sétálnak, még valamit tehetnek is érte, és kitaláltuk ezt az erdőpásztor programot, ahol aki éppen kimegy az erdőbe, amellett, hogy mint említettük, lehetőség szerint összeszedi a szemetet, és dokumentálja, hogy mit talált, még feljegyzi, megfigyeli, hogy miket látott az erdőben. Ez nekünk is fontos, mert az erdő adott esetben védett élőlényeiről kapunk adatot. Például annak idején a fekete gólya fokozottan védett madarunk fészkelése is így derült ki, hogy egy erdőpásztor éppen lefényképezte, hogy ott repül egy fekete gólya, aztán persze egy kicsit jobban után néztünk, és meglett a fészke is. Másrészt, mivel már tényleg egy 6 évre tekintünk vissza, olyanról is volt szó, hogy egy erdőpásztor éppen egy kialakulóban levő erdőtüzet sikerült, oda sikerült riasztani az illetékeseket. De tényleg hasznosak a ti életetekben is, meg hát az erdő életében is az erdőpásztorok, de hogyha már kezd elmenni, eltűnni ez a havas hótakaró, akkor mire vártok leginkább? Mi lesz, hogyha kitavaszodik? Csináltok esetleg programokat? Vannak tervei az Egyesületnek? Igen, igazából minden évben már megvan az a néhány standard program, amit szinte mindig nem csak mi várunk, hanem nagyon sok érdeklődő. És például ilyenkor tudunk találkozni azokkal, akiket érdekel az erdőpásztor dolog, és szeretnének csatlakozni. Ilyen programunk szokott lenni a csillagvirág számlálás a sóstói erdőben, az egyik legkorábban nyíló és védett vadvirágunk, amit már idén 15. alkalommal fogjuk felmérni az állományát egy bizonyos területen. Hát volt már, hogy ez nagyon korán, március 8-án bekövetkezett a virágzás, volt, hogy április közepén. Szerintem azért idén is április közepe lesz abból az időpontból. Azért remélem, hogy egy kicsit hamarabb. Majd április végén, májusban pedig a mesterséges, tehát általunk szintén önkéntes programon készített odukat fogjuk ellenőrizni, hogy milyen kismadarak, esetleg kisemlősök költenek benne. Hát tényleg már ennek is hosszú múltja van, és azok, akik kilátogattak erre az odúles programra, már igazából már több száz kismadar kikelt ott, és már nem csak kismadarak, most már nagymadarakkal is foglalkozunk. Az elmúlt 2 évben már macska, bagoly is sikeresen költött az általunk kihelyezett odukban. Tehát ezek a tavasz kezdetének, közepének a várva várt
programjai. Emellett Márok Papiban már hosszú ideje évek óta a kockásrádión túrát szoktuk megszervezni. Ha megfelelően alakul az időjárás, ez általában áprilisban nyílik ez a növény, de hát ezt sose lehet tudni. Oda is nagyon nagy szokott lenni az érdeklődés, úgyhogy reméljük idén is sikerül meghirdetni ezt a programot. Akkor most visszafelé mondom, tehát kockás lilium túra, előtte odulás, de amire nagyon várunk, az pedig a csillagvirág számlálás, ami akkor ilyen március környékén hát, ha összejöhet. Igen. De az erdőpásztori programhoz, meg hát lényegében az egyesülethez bárki csatlakozhat, nyitottak vagytok szerencsére. Így van. Most már természetesen nagyon sokan a világhálón is, a Facebookon is megtalálnak minket, a sóstói erdős programjainknak már majd 1200 követője van, ami már Nyíregyháza lakosságnak az 1%-át kiteszi. Hát szépen kell haladni, ne viccelj, valahonnan el kellett kezdeni. Van. Csaba, én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, eredményes 2017-es esztendőt kívánok nektek. Önöknek pedig üzenem, hogy nem sokára jövünk vissza, a híradó után érkezik a Weekend második felvonása.